Erdős László, egy eszkimó Hongkongban. Egy eszkimó, ki Grönlandon soha nem volt még strandon, nem látott más csak jeget, nyert egy repülőjegyet. Választhatott, merre megy, mivel neki egyre megy, iglujából kiköltözött, szép ruhába felöltözött. Hosszasan átgondolta, míg kabátját gombolta. A reptéren majd kiderül, s az első géppel elrepül. Szerencséje volt nagyon, mert ezen a hajnalon nem indult gép Afrikába, a szeles hideg Skóciába, de indult gép szép Budapestre. Sajnos nem most, hanem este. Így maradt a választása hosszú nagyút Ázsiába. Repülőről letekintett. Toronyháznak visszaintett. Mennyi ember, őrület, hatalmas a csődület. Sürgés, forgás, nyüzsgés, pörgés, meleg, napfény, vihar, dörgés, fények, ízek, illatok. Hongkong! Végre itt vagyok. Egész nap csak ámuldozott, riksásokkal száguldozott, szegény feje kongott, bongott, míg bejárt a fél Hongkongot. Pálcikákkal tanult enni, alkudozva ruhát venni, teázott egy teaházban, kávézott egy kávéházban, riksa elől ugrott félre, fáradtan dőlt le egy székre. És mikor leszállt a neonfényes este, hotel szobájában igluját kereste. Ágy helyett szőnyegen aludt. Éjszaka egy grönlandi falut gondolt, érzett és látott. Elmesélte nekik a hatalmas világot. A sok csodás kalandot, a hongkongi mókát. Álmában beengedte az összes fázós fókát.